teljessé vált a Magyar Táncművészeti Egyetem zuglói kampusza azzal, hogy nemrég átadták az új épületet, ahol a koreográfus és táncpedagógus képzés folyik majd. Erről fogok beszélni Szakály György rektorúrral, a Táncművészeti Egyetem rektorával, de mielőtt elkezdenénk az új épületről beszélni, egy ennél sokkal időszerűbb információval is tudott nekünk itt szolgálni. Komoly díjakat nyertek a hétvégén egy Bécsben tartott versenyen a növendékek, úgyhogy kérem először ossza meg velünk az ezzel kapcsolatos örömét. Így, így van, az épület átadás se vesztette még el aktualitását, hiszen február 1-én adtuk át, pontosan egy évvel az egyetemi vállásunk évfordulója, egyetemi vállásunk évfordulóján. Szándékosan akartam erre időpontra időzíteni, mert azt gondoltam, hogy ez egy, ez egy, szép születésnapi ajándék, nem csak a táncmészeti főiskolának, aki ugye egyetemek lettünk, hanem, hanem egyáltalán balettintézet alakulása óta egy olyan, olyan fejlesztés történt az intézményben, ami párját a világon, és nyugodtan mondhatom, hogy ilyen nincs sehol a világon, ilyen komplett képzés, de a, a verseny meg rögtön ezután következett a, a Bécsben. A másodjára rendezték meg az European Ballet Grand Prix nevezetű versenyt, ahol, ahol hét növendékünk indult, nyolc versenyszámmal, Mindenki bejutott a döntőbe, ez egy önmagában ez egy fantasztikus eredmény, hiszen 300 versenyszám volt, hogyha ezt nézem, akkor önmagában is csodálatos eredmény, de az, hogy négy díjat kaptunk a, a, a döntőbe, a első díjat nyert egy 8. évfolyamos hallgatónk a klasszikus balett kategóriában, a második díjat egy nagyon fiatal negyedik éves hallgató kislány. Egy modern koreográfiával a harmadik díjat nyert, szintén egy junior kategóriába egy növendékünk, és a zsűri külön díját is egy, egy növendékünk kapta meg. Nagyon örültem neki, mert nagy feltűnés volt a zsűri tagjai között, az intézmény általános színvonala kivívta a zsűri tetszését, úgyhogy ezért is lett a zsűri külön díjas a mi növendékünk. Nagyon nagy eredménynek érzem, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sikeresen szerepeltek a gyerekek. Nagyon nehéz volt, három nap volt, ami reggel estig tartó a zsűrinek is, amiben én ugyan helyet foglaltam, tehát a zsűri tagja voltam, de reggel fél tíztől este nyolcig minden nap komoly erőpróba volt, és nagyon jól vették a gyerekek, hogy nagyon büszke vagyok a, az eredményünkre, és rögtön utaznak a héten tovább nem ezek a hallgatók, hanem, hanem más versenyzők a berlini táncolimpiára, márciusban meg lecsei balettversenyre utaznak, úgyhogy nagyon sűrű napokat élünk, de mondhatom, azt, hogy sűrű éveket élünk, mert ez az épület átadás. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy befejeződött a kampusz teljesé válása. De azért mindig mindig van valami, amit, amit szeretnénk jobbítani, és szeretnénk szebbé és komfortosabbá tenni a, a képzést. Valóban ez az épület, hogy egyáltalán elkészülhetett 44 év után. A, akkor adták át ugyanis azt a Kazinczi utcai idéglenesen ö, létrehozott épületet, amiben eleinte a, a, a Baletti Intézet, a Táncvészeti Főiskola művészképzése folyt, és beszuszakolva a, a, a szünetekbe a pedagógus képzés, és aztán ez oly mértékben fejlődött, hogy nem lehetett egy épületen belül megoldani, tehát muszáj volt a költözés egyrészt az Andrássy úti Máig elhagyott épületből, illetve az épület egy részéből, mert sokan azt gondolják, hogy az az egész a balett volt, holott az csak a földszint és a félemelet egy része volt, amilyen. Muszáj volt elköltözni, és akkor most már 16 éve, hogy a Kolumbusz utcában van a gimnázium, és a, később a kollégium, és a szakmai épületet ott építették fel cserébe az Andrássy útér. De a Kazinci utcai épület, ahol aztán a koreográfus képzőintézet fejlődött, és koreográfus és táncpedagógus képzőintézet fejlődött, és különböző szakirányokon folyt a, képzés, eljutott arra a szintre az épület, amit már hát menthetetlen, és tulajdonképpen nem alkalmas az ott folytatott művész és pedagógiai munkára. Úgyhogy hosszas utánajárás és nem kevés levelezés árán jutottunk el oda, hogy, hogy a minisztérium megértette a, 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 a problémánkat és segítőkész volt és a csillagok állása is segített hogy az az elhagyott épület az amerikai Dorozsbanjú csarkán az, az éppen eladásra került a, a tulajdonos és úgy látta jónak, hogyha megszabadult tőle nekünk pedig borzasztóan hihetetlen módon jól jött tehát klappolt minden a szándék is, az akarat is a, a, megkaptuk rá a pénzt a tervezést időben elkészült olyan színvonalon, ami ami azt gondolom, hogy a következő sok-sok évtizedre megfelelő módon fogja biztosítani a Táncos és Koreográfus Képzőintézet hallgatóinak nagy létszámát a tanulásra. Ha jól tudom, akkor nem is volt elég olyan értelemben a pénz, hogy persze elég volt a beruházásra, de hogy ez egy kerületi védettség alatt álló épület, tehát komoly kreativitásra volt szükség a tervezés és a kivitelezéshez. Egy, egy része, arra. a négy épület az helyi védettséget élvezett, volt mellette egy úgynevezett lepényépület, épület, ami de először az volt a terv, hogy azt átalakítjuk, hogy minél olcsóban ússzuk meg, de rájöttünk, hogy hogy ezt a, a nem tudjuk kialakítani azt a terem méretet, vagy azokat a sem a méretet, sem a terem termek számát, ami szükséges a, a, az oktatáshoz, és egy rosszabb épületben nem felesleges lett volna pénzt ölni, úgyhogy azt az lepényépületet lebontottuk, és helyette egy vadonatúj épület készült el, amiben hat nagyon-nagyon hat nagy méretű balett Tánctermek készültek el. Van az épületben, a régibe is, az újba is négy elméleti oktatásra szolgáló terem, számtalan öltöző, mosdók természetesen, ami ezzel velejáró az irodák, tanszékirodák, mindenkinek most már van kényelmes helye. Az is fontos, hogy tíz olyan vendégszobát alakítottunk ki, amit egyrészt a külföldi hallgatóknak szánunk, másrészt pedig a vendégbalettmestereknek. Ha így számoljuk, hogy mi a bevétel, mert ugye az is most tanában nagyon fontos minden állami intézménynél, hogy gondoskodjon saját magáról, illetve ha vendégbalettmester jön, akkor nem kell szállodát vagy lakást fizetni, nem házon belül meg tudjuk oldani, ami hát egyrészt a kényelmi szempontból is nagyon fontos. Meg hát a későbbiekben, a, a, a kiadásokban nagyon fontos, de a lényeg az, hogy külön terme van a néptáncosoknak, külön terme van a társas táncosoknak, ami ugye parkettát igényel a néptáncosoknak egy erős padozatot, a balett művészeknek, pedagógusoknak pedig egy olyan rugalmas padozat, ez mindegyik más, más padozat, légkondival, szellőztető rendszerrel, belső rendszerrel, azt gondolom, hogy elfogultság nélkül mondhatom, hogy európai színvonalú épület lett, ugye nagyon hálás vagyok az épület, a tervező cégnek és a kivitelezőknek is, mert nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Én is számtalanszor kértem változtatásokat, amit azt gondolja az ember, hogy most fogják rámborítani az asztalt, vagy hogy akkor most már elég volt, de szemreben és nélkül tudomásul vették az igényeket, ami, ami hát menet közben is jut eszébe az embernek, hogy azért mégiscsak jobb lenne több öltöző, mégiscsak jobb lenne oda még egy ablak, biztos, ami biztos szükség van erre, arra, amara. Minden változtatásra nyitottak voltak, úgyhogy én, én nagyon jól, jó emlékekkel gondolok vissza erre az együttműködésre és az, az építkezésre, de eddig is, amik, amik zajlottak az intézményben. És hát nagyon hálás vagyok annak a társaságnak, aki ott beékelődött, vagy mi ékelődött, mi vettük körbe, ők már ott voltak, amikor mi oda költöztünk, hogy, hogy az évek, hosszú évek óta tartó felújítások és, és változtatásokat ilyen jól tűrik, és ezúttal is nagyon köszönöm nekik, hagyd mondjam ezt egyet Úgy tudom, körülbelül 400 hallgató oktatását végzik ebben az új intézményben, ők táncpedagógusok lesznek, és ez a 400-as szám, ez jelentősen növekedett a, a, az ezelőtt 10-20 évvel ezelőtti, adathoz képest. Ez egy, ez egy kiemelkedően eh, nagy szám, köszönhetően annak is, hogy, hogy ma már jóformán az óvodában sem lehet eh, felsőfokú végzettség nélkül eh, oktatni, hiszen azért nagyon Ártalmas is lehet, ha nem kellő tudással és kellő szakértelemmel vezetnek egy tánc próbát. Azt tudni kell, hogy külön, öt különböző szakirányon oktatjuk a, a táncpedagógusokat a, a klasszikus balett, a modern tánc, a társas tánc, a divattánc, a néptánc területén. Hát egy tízmilliós országban. Elsőnek talán soknak tűnik a, a, a 400 hallgató, de azt, azt is tudni kell, hogy ezzel a diplomával az ők előadó művészek is lehetnek, tehát nem kifejezetten csak pedagógus lehet, és nem úgy kell elképzelni, hogy a katedra mögött áll. Mint egy matematika tanár, hanem hanem, hát ezt elő kell adni, meg kell mutatni, föl kell készíteni jól a, jól a hallgatókat. Azt gondolom, és ez a szám, ez egyébként tartós, éve évek óta ilyen magas számmal folyik az oktatás, szóval azt gondolom, hogy a jövőben is ez így történik. Meg azt tudni kell, hogy a művészképző hallgatóinak létszám az 250-260 között ingadozik, amiből közel 40 a külföldi hallgató, és a pedagógus képzésen is vannak Magyarországon tanuló angol nyelven folytatott pedagóg balett pedagógus képzés, de ehhez hozzátartozik, hogy most már évek óta a két szomszédos országban is tanítunk az ottani egyetemekkel karöltve ballettpedagógus képzést Zágrába és, és Mariborba. Vannak érdeklődős, érdeklődések más országból, Olaszországból például nagyon szeretnének kapcsolatot, oktatási kapcsolatot kialakítani velünk, követve a mi metodikai módszerünket illetve folyik Nyíregyházán is egy, a Nyíregyházi Egyetemmel egy, egy képzés, további egyetemek jelentkeznek. Nem olyan könnyű, nem olyan könnyű ennyi helyre koncentrálni és ennyi helyen megszervezni a, a, az oktatást, hiszen a vizsgáztatók el kell menni, meg is az oktatóknak el kell menni Zágrába és Mariborba és Nyíregyházára, és ez, komoly szervezést igényel, de, de nyitottak vagyunk, és nagyon, nagyon büszkék, hogy, hogy ilyen sikeres a, nem csak a művészképzés, hanem a pedagógus képzés is. További sikereket kívánunk, és gratulálunk a most Bécsben szerzett érmekhez. Reméljük, hogy ezeket újabbak követik a már említett ezután következő versenyeken, és hát visszavárjuk ide a rektorurat, urat, hogy beszámoljon az újabb sikerekről. Köszönöm is majd szépen, örömmel jövök. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen.